új szereplő köszöntött be a budapesti politikába, a budapesti prókától, nem is köszöntött, inkább berúgta az ajtót. Nagy Attila Tibor politikai elemző az egyik vendégem, Deák Dániel, 21. század intézet vezető elemzője a másik. Szervusztok, jó estét kívánok. Ez a rejtélyes ügyvéd egy frissen indult Facebook oldalon arra hívta fel a figyelmet, hogy Erzsébet város polgármestere Niedermüller Péter a saját vejéhez közel álló, vagy a hozzá közelíthető cégeket nagyjából az évek alatt 40 millió forint megbízással látta. Rendben van az szerintetek, hogy a Dani hozzád fordulok először, hogy a Horn Gáborhoz ezer szállal kötődő cégek kapjanak pénzt a saját apósától? Hát ugye ez a történet szerintem jól beleillik abba, amit egyébként a tűzfajcsoport kezdett el az elmúlt napokban feltárni, hogy megnézték az első kerületnek, meg a második kerületnek is a különféle tanácsadói szerződéseit, hát is hogy nem baloldalhoz köthető szereplők szerepelnek ezeken a listákon, és jelentős összegeket egyébként felvesznek az önkormányzatoktól. Ez jól beleillik abba a sorba, hogy egyébként hát rokoni kapcsolattal is rendelkező szereplőknek talicskázzák ki a pénzt az önkormányzatoktól, és így nagy képben, tehát budapesti képben ugyanezt látjuk, tehát hogy amikor Szent Király Alexander is arról beszél, hogy Gyurcsány Ferenc emberei vannak a Városházán, ez arról szól, hogy bizony-bizony Karácsony Gergely gyakorlatilag úgy tűnik, hogy csak egy kirakatban lévő figuraként funkcionál, mert amikor ott látjuk a fontos pozícióban az embereket, ugye Draskó és Tibortól kezdve Márta Imrén át a különféle DK-hoz köthető tanácsadókig, akkor bizony szintén felmerül a kérdés, hogy itt valójában nem politikai kinevezett van szó. Én arra szavazok, hogy itt igen, azért vannak ott ezek a szereplők, mert például a DK-val nagyon jó kapcsolatot ápolnak. Mi szüksége volt a 7. kerület lakóinak Niedermüller Péter stratégiai és személyes profiljára, amit ezek a cégek alakítottak ki oly szorgalmasan az évek során? Attila? A nagyobb önkormányzatok szoktak tanácsadókat adni, alkalmazni, és az önkormányzatok, se a fideszes, se a ellenzéki önkormányzatok nem a saját ellenségeiket szokták felkérni tanácsadásra. Tehát kicsit muris az, amikor jobboldali sajtóban némileg felháborodottan hangulatú cikkeket olvasok erről, hogy a budavári önkormányzat ezt meg azt az embert alkalmazta, meg kérte fel. A fideszes önkormányzatok sem szoktak baloldali, liberális embereket felkérni tanácsadásra. De bocsáss meg, az elmúlt 5 évben te láttál bármi jelet Niedermüller Péteren, amiből arra következtettél, hogy 40 millió forint értékű stratégia és személyes profilváltozás következett be rajta? Hát azért ne felejtsük el, most nyilván azon lehet vitatkozni, hogy a megfelelő embert kérte fel tanácsadónak, kíváncsi vagyok, hogy erről egyébként mit gondol, de hát a 7. kerületben azért például az autók korlátozását azért láthattuk, tehát hogy Niedermüller Péter is beállt a Karácsony Gergelyi vonalba, de hát azért ne tegyünk már úgy, mintha Orbán Viktor egyes családtagjai, barátai ne gyarapodtak volna az elmúlt 14 évben. Tehát egy kicsit álságos kifogásolni, akkor, hogy most baloldali önkormányzatok a hozzájuk közel állókat látják el tanácsadói szerződésekkel, amikor például Orbán Viktor egyik legjobb barátja, Mészáros Lőrinc cégcsoportja hatalmas pénzeket kapott állami közbeszerzésre. El voltak végezve azok a munkák? Nekem az egyik kedvenc egyébként a zuglói önkormányzat, hogyha már a Hír TV stúdiójában vagyunk, ugye Zuglóban van a stúdió, és hát itt például a Publikus Intézet kapott ugye sok megbízást, a híresen pontos közvéleménykutató ugye Pulai Andrásnak a cége, aki a választás előtt egy nappal 47-47%-ot mért még 2022-ben, és akkor láttuk ugye, hogy a választás eredmény ez kicsit más volt, mint amit ő mondjuk előre jelzett, és az zuglói önkormányzat, ha jól tudom, továbbra is egyébként támaszkodik Pulai Andrásnak a szakértelmére és méréseire. Ezek inkább tényleg kifizetőhelyként működnek sok esetben, tehát ugye Pulai András az MSZP-hez köthető MSZP-s önkormányzati vezető, vagy polgármester van ugye Zuglóban, és ezért őt bízzák meg, és ő kapja a milliókat. Utalnék itt arra, hogy egyébként én várom azt, hogy mondjuk fideszes önkormányzatok esetében hasonlót tárjanak fel, és mondják azt mondjuk, hogy ilyen megbízások vannak. Karácsony Gergelynek, meg a, mondjuk a most 19-ben
győzött baloldali polgármestereknek lett volna lehetősége arra például az elmúlt most már 5 évben, hogy feltárják azt, hogy mondjuk milyen korrupciós esetek voltak, vagy milyen ilyen típusú kifizetések voltak. Egy-kettőt hallottam a sajtóban, de gyakorlatilag érdemi olyan mutyit, vagy olyan csontvázat kiborulni a szekrényből, amit mondjuk a 19-es kampányban még maga Karácsony Gergely is emlegetett, én nem nagyon láttam. Hát tehát, én azért láttam, tehát a Baranyi Krisztina, a ferencvárosi, miután hatalomra jutott, az előző fideszes önkormányzatot korrupcióval vádolta meg a parkolási ügyek kapcsán, pontosabban a parkolási cég vezetőjét, aki aztán fel is jelentette Baranyi Krisztinát ezen kijelentése miatt. Tehát azért megy az oda-vissza kapok, én csak ezt akarom mondani, hogy baloldalról is kritizálják a korábbi jobbos fideszes önkormányzatokat, hogy nem kellően megfontolva bántak a közpénzeket. Bocsánat, csak volt egy feljelentése, fenyegetőzés, meg ilyesmi, de hát ez kevés ahhoz, hogy itt érdemben ki lehessen mondani, hogy bármilyen. Tehát azért az elmúlt 5 év elegendő lett volna ahhoz, mondjuk, hogy egy korábbi fideszes polgármestert, vagy korábbi, nem tudom, fideszes önkormányzati képviselőt mondjuk bíróság elé állítsanak, és egy eljárás meginduljon. Én ilyet nem láttam, tehát ezért is mondom azt, hogy a kampányban sok mindent hallottunk, akár 19-ben is, hogy nem tudom, a Fidesz így dob, úgy dob. Ott kell vannak most a hatalmi pozícióban Karácsony Gergelyék 5 évvel gyakorlatilag megállás nélkül, és hát nem látom azt, hogy ilyen ügyek egyébként előjöttek. Jó, hát én láttam olyat, hogy a pártatlan, a Magyarország pártatlan ügyészsége és pártatlan rendőrsége 2010 őszén az akkori szocialista vezetésű újbudai önkormányzat vezetője polgármester ellen indított eljárás. Molnár Gyula meg is jelentek az önkormányzati hivatalban. Molnár Gyula szépen elveszítette a választást, aztán évek múlva kiderült jogerős bírósági ítélete, hogy az ellenük emelt vád megalapozatlan volt, ami azért durva, mert egyébként Magyarországon az ügyészség vád eredményessége 96 vagy 97%-os. Hát én meg a 13-ben lakom, mint a Hiszékeny Dezsőnek az ügye, talán még emlékeznek rá a nézők, ugye ott az volt, hogy ott is ilyen korrupciós pénz volt, 5 millió forintról, és ugye Hiszékeny Dezsőnek hiányzik az egyik új perce, és azzal védekezett, hogy nem tudott volna 5 milliót mutatni a bűncselekmény során, mert hogy nincsen meg a egyik új perce, és gyakorlatilag ezzel védekezett. Ezt mondjuk el. Hiszékeny Dezsőt is felmentette a bíróság. Hát igen, mert ugye ezt elfogadták. Hiszen nem volt az új perc. Igen. Na de ami miatt érdekes, vagy különösen érdekes ez a dolog, hogy a demokratikus koalíció pontosan ezzel, vagy nagyon hasonló érvekkel, mint amit te is mondasz, támadja a kormányt, hogy hát itt bizony korrupció van, itt bizony mutyizás van. Micsoda, milyen erkölcsi alapja van ezután a demokratikus koalíciónak arra, hogy kritizáljon akár megbízásokat? Én kicsit is. Azért az az igazság, hogy óvatos szoktam lenni ezekkel a hírekkel kapcsolatban, tehát már számos helyre igazítást láttam, amikor jobboldali sajtótermékekben nagy garral megjelentek baloldaliakra vonatkozó dolgok. Jó, hát de lehet, hogy nem egészen úgy történt, lehet, hogyha megnéznénk azt a tanácsadói szerződést, akkor más is kiderülne belőle. Tehát én azt mondom, hogy legyünk óvatosak. Általánosságban én egyébként nem helyeslem, hogyha akár baloldali önkormányzat, akár fideszes önkormányzat, vagy kormányzati hivatal rokonoknak, sógoroknak, barátoknak, haveroknak ad, osztogat különböző tanácsadói vagy más szerződéseket. Én amellett vagyok, hogy alapvetően érdem szerint kell a tanácsadói szerződéseket megkötni, mert végül is ez szolgálja az adott közösség érdekét. Lehet ezt érvként felhasználni a DK ellen? Hát ugye DK és erkölcs volt a szókapcsolat egy mondaton belül, én nehezen tudom ezt a két szót egy mondaton belül apostrofálni vagy elfogadni. Hát azért szerintem a 2015-i kormányzás, ugye, amely Gyurcsán Ferenccel és Bajné Gordonnal volt szimbolizálva, az minden volt, csak nem egy erkölcsös politika. Hát a 2006-os eseményeket szerintem kell felemlegetni, erre is emlékeznek a nézők. Innentől kezdve azt látjuk, hogy a baloldalon is megosztó szereplő, mint Gyurcsán Ferenc, mint a demokratikus koalíció, ugye Magyar Péter esetében, és ezt látjuk most ugye, hogy ő is Gyurcsány Ferencet és a demokratikus koalíció támadja, gyakorlatilag az összes új megjelenő baloldali szereplő ezt csinálja, tehát a Momentum is ugye így indult az LMP, és gyakorlatilag az összes olyan formáció, mely jelenleg már ugye Gyurcsány Ferenccel együttműködik, de hát látjuk, hogy ez arra vezethető vissza, hogy komoly hiányosságok vannak a demokratikus koalíciónak a különféle társadalmi megítélése kapcsán. Kósa Lajos volt az első vendégünk itt az adásban, és egyebek mellett beszéltünk arról is, hogy mekkora tömeget várnak Debrecenbe az Anyák napi Magyar Péter tüntetésre. Ti mire számítotok, mennyi? Egyrészt, hogy jel-e az, hogy nem Budapestre, a Kossuth térre szervezte mondjuk,
Másrészt, hogy miért pont anyák napjára, mennyire ízléses ez? Attila? Lesz a Kossuth téren tüntetés, június 8-án ezt már meghirdette Magyar Péter. Én szerintem jelentős tömeg lesz Debrecenben. Ez egy fricska, hiszen Debrecent 1998 ősze óta fideszes vezetés irányítja, ugye Kósa Lajos, aztán polgármesterek is, országgyűlési képviselők. Így van, tehát ott, tehát Debrecen nyugodtan lehet egyfajta fideszes fellegvárnak mondani, és ez egy jelentős ficska lesz, hogy egy érdemi ellenzéki tömeg fog megjelenni. Na most igen, Magyar Péter lehet, hogy eredetileg nem nézte meg jól a dátumot, mert azóta egy kicsit már korrigált, hogy nem, azért most majd megemlékeznek majd az anyák napjáról is. Igen, csak valaki kifogásolta igen. Először, amikor de először jelentette. Ő így hirdette meg az első alkalommal, hogy anyák napján lesz a következő tüntetés. Egyiket de azt nem mondta meg, hol. Tömeg kapcsán, hogy még megjelenik vidéki helyszíneken Magyar Péter, és ott pár száz vagy akár néhány ezer ember megjelenik. Én de mindig azt mondom, hogy ha Magyar Péter elmegy Zalaegerszegre mondjuk, ahol nem tudom, 80%-os Fidesz győzelem várható most az önkormányzati választáson, ott is el fog menni 100 ezer ember, mert hát mindenhol, még a legfideszesebb településen 100 ezer, vagy 100, pár száz, vagy ezer ember, vagy nem tudom, 2000 ember, mert hogy azért minden, még a legfideszesebb településen is van egy 10-20-30, akár 40%-nyi ellenzéki szavazó, akiket most láthatóan mozgósít Magyar Péter. Te úgy érzed, hogy esetleg fideszes katasztrófa turisták is oda mennek megnézni maguknak ezt a Magyar Péter? Elképzelhető, tehát azért Debrecenben kevés, amikor az elmúlt időszakban volt a tüntetése, de kevés olyan, hogy ilyen országos jelentőségű demonstráció van, nézik, érdeklődik, kíváncsiak rá az emberek, de én tudomásom szerint Debrecenben nem aggódik a fideszes városvezetés, és Kósa Lajos egyáltalán nem. Maga biztosan. Hát 21 kutatóközpontnak volt igaz sok hónappal ezelőtt mérése, amely azt mutatta, hogy az akkumulátorgyár telepítése, illetve ügye azért apasztotta valamennyire a Fidesz támogatottságát. Azt azért viszont tudni kell, hogy a debreceni ellenzék különböző problémákkal küszködik már hosszú évek óta, és az is látnivaló, hogy a helyi média egy jelentős része a helyi Fidesz támogatja alapvetően. Tehát azért van nehezített dolog, de én azt gondolom, hogy Magyar Péter képes lesz jelentős tömeget megszólítani, illetve utcára vezényelni, és ezt azért is tartom fontosnak, mert önmagában persze nem azt fogja eldönteni a választásokat, hogy most Magyar Péter hány ember tud utcára vezényelni, viszont arra hívom fel a figyelmet, hogy a többi ellenzéki párt közel sem tud ilyen nagyságú embert utcára vezényelni, és eléggé csendben van a Fidesz is, tehát az békemenetről nem nagyon hallani, a Fidesz március 15-én nem tudott túl sok embert összegyűjteni a túl sok embert nem tudott. Hát azért pár tízezer otthon. Tehát ebből, hát igen, Magyar Péter meg sokkal többet tudott a Kossuth téren vezényelni. Tehát ebből az következik, hogy a Fidesz, nem is nagyon látom, hogy a Fidesz nagyon akarna nagy gyűlést, lehet, hogy majd utolsó héten fog, meglátjuk, de a Fidesznél van azért kockázat. Nem tudom, Vilmos, ugye, ez meg te is, Attila, meg a 90-es éveket is szerintem már politikailag aktívan követtétek, nekem csak elmesésebb és régi videófelvételebből van meg azt, hogy nem tudom. Köszönjük az utalan. Hogy Tordján József meg a Kisgazdapárt. Voltam én Tordján. Ezért mondom, hogy beszélgetünk már korábban, hogy nagy, tényleg hatalmas tömegeket tudott egyébként, akár a Hűsök terére is kicsámítani. Hát Tordján azért nem tudott olyan nagy tömeget, mint hát, a Csurka tudott. Csurka is, igen, tehát láttuk ezeket a nagy... Csurka sem, mint több Csurka tüntetésen voltam a Hűsök terén. De szóval nagy tömegeket vitt utcára, aztán a választáson ez nem mutatkozott meg szavazó számban. Szerintem a Fidesz számára az a fontos, hogy azokat az elkötelezett szavazóit, amely azért a szavazótáborra képezi. Jó, de nem egy kormány döntő. De Ágdániel, Nagy Attila, Tibor, köszönöm, hogy itt voltatok.